Üdvözlöm a hallgatókat, Önök vasüdított hallják. Ma a Titelpál könyvtáról szeretnék Önöknek egy kicsit többet mesélni, egy kicsit közelebbről bemutatni. Ez a könyvtár az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Felsőoktatási Szakkönyvtára, amely számos programnak és rendezvénynek ad otthont, úgyhogy már egy igazi közösségi térré nőtte ki magát az elmúlt években a városban. Erről és sok másról fogunk beszélgetni a könyvtár főigazgatójával. Én szeretettel köszöntöm Osztánci Krisztinát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon köszönöm én is, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mióta működik a Liceum épületében a könyvtár? Nagyon hosszú időre nyúlik vissza történetünk, nyilván nem a jelenlegi formájában, de azért már Eszterházi álmában is szerepelt egy egyetemi könyvtár, csak ugye a négy fakultásos egyetem nem valósult meg még az ő tervei alapján. Viszont a Liceumban működő egyéb oktatási egységek könyvtárai azért megmaradtak. Tehát az államosítás során a II. világháború után egy kb. 11 ezeres állományjal indult a könyvtár élete. Majd a pedagógiai képzés került ugye az intézménybe, ott kaptunk nagyobb illetve a városból több helyről érkeztek olyan gyűjtemények, amelyek tulajdonképpen az alapját képezték a jelenlegi könyvtári gyűjteménynek. 11 ezeres állományon indult, most mekkora számban Most megközelítően 400 ezer kötetet kezelünk. Hmm. Szabad polcon, a létszámban kb. 150 ezer kötet van, a többi pedig raktárban elhelyezett, de nyilván azonnal tudjuk szolgáltatni, amennyiben szükség van rá. És hát nem felelkezhetünk meg arról, hogy ugye régebbi időkben csak nyomtatott dokumentumokról beszéltünk, jelen pillanatban egy országos szinten is kiemelkedő adatbázis kínálattal rendelkezünk, illetve az elkönyv kínálatunk is nagyon gazdag úgyhogy mindenféle módon és formában igyekszünk mind az oktatási, mind a kutatási szolgáltatásainkat biztosítani az egyetempolgárai számára, és nyilvános könyvtárként a város, illetve a régió olvasóközönsége számára is. Igen, mert sokan talán nem tudják, hogy nyilvános könyvtárként is működik, tehát vagy óckodva, vagy egyáltalán nem is mennek be, mert nem tudják ezt a szolgáltatást. Így van, itt ez a csodálatos ékszerdoboz a város szívében, a liceum, és még nagyon sokan egrigén sem tudják, hogy ide be lehet jönni, és micsoda értékeket rejt ez az épület. Talán amit legjobban ismernek az a csillagvizsgáló és a tudományos élmény központ ugye a toronyban, de mindemellett a Főegyház megyei könyvtár és az egyetemi könyvtár, a Tittelpák könyvtár működik ebben az épületben. Mindketten, tehát az egyházi gyűjtemény és most már mi egyházi fenntartású felsoktatási gyűjtemény is nyilvánosak vagyunk tehát bárki beiratkoztat és bárki minden szolgáltatásunkat igénybe veheti. Vagy lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy mivel felsőoktatási könyvtár? így elsősorban az oktatáshoz kapcsolódó szakkönyveket találja meg otthon ott, ez sem igaz. Így van. Hát nyilván az alapbázisunk az, az az egyetemi ö, oktatási portfólióhoz kapcsolódik, tehát azt a szakkínálatot próbáljuk szakirodalommal ellátni, amelyet az egyetem kínál a hallgatói és oktatói számára, de ezen kívül jó, jóval tágabb a gyűjtőkörünk, tehát nagyon sok ismeretterjesztő művészet, Dokumentumunk van, amelyek azért mind érdeklődésre tarthatnak számot. Mielőtt rátérünk a szolgáltatásokra, meg erre a bizonyos közösségi életre, amit az elején mondtam, el a kanyarodjunk vissza egy picit. Mióta vette fel, vagy mikor vette fel a könyvtár a nevét, és talán van olyan hallgató, aki nem igazán ismeri, ki is volt valójában titte Pál. Mindenképpen fontosnak tartottuk az egykori központi könyvtár fantasztikus elnevezést valamilyen személyesebbre váltani. Ugye a központi könyvtár elnevezés is abból adódott, hogy addig, amíg a könyvtár egységei különböző épületekben működtek, ugye volt a természettudományi részlegünk fönn a Leányka úton, volt az idegen nyelvi könyvtárunk a B épületben, ezek a liceum revitalizáció után egy helyre a liceumba költöztek, ugye ott most három szinten találhatóak vagyunk. 2011-ben pont a revitalizáció után gondoltuk azt, hogy itt a megfelelő alkalom arra, hogy egy olyan tudós nevét vegyük föl, aki hűen képviseli azt a szellemiséget, amit mi szeretnénk közvetíteni. Tittel Pál, ő egy egri kis pap volt, tanáremberként, tudósként, csillagászként és matematikusként is működött. Nagyon neves oktatói volt a külföldi tanulmányutakon járt, igazgatója volt a csillagdának a toronyban, tehát úgy gondoltuk, hogy abszolút annyi helyi kötődése van, és annyi közvetlen hatása van a mi életünkre, hogy ő lesz a megfelelő ember, akinek a nevét mi fölvehetjük. Úgyhogy ö, Ides Tova 12 éve az ő nevét viseli a könyvtár, és hát nagyon büszkék vagyunk rá. Volt ezzel kapcsolatban a 10 éves évfordulón egy gazda kiállításunk, és amelyről mindenféle fórumon hirtattunk, úgyhogy igyekszünk az ő emlékét tápolni, igyekszünk közvetíteni. Volt például egy... Ö, Városi pályázat középiskolásoknak, aki tud többet betegerről, amelyben a gyakorlóiskolai csapat pontosan Tittel Pál pályázatával nyerte meg ezt a versenyt, az is egy óriási öröm volt számunkra. Hány terephelye van egyébként a könyvtárnak? Az évek során, ahogyan az egyetem élete alakult, nyilván ez a könyvtárra is hatással volt, hiszen amikor főiskolából egyetemmé váltunk, akkor több kampuszt csatoltak az egyetemhez, ahol mindenütt található volt könyvtár. Így eleinte Sárospatak, Gyöngyös, Jászberény, majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet partnereként az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is, ami kapcsolataink közé tartozott, tehát egyetemi fenntartás alatt működött. Majd az évek során ezek a kampuszok, illetve partnerintézmények leváltak az egyetemről, úgyhogy jelen pillanatban Egerben és Jászberényben működik a könyvtárunk. A szolgáltatásokra egy kicsit rátérve, a klasszikus szolgáltatások ugye nyilván megvannak, tehát bemegyek, nézelődök, kutatok, kölcsönzök, hazamegyek. De ezen kívül, főleg ugye a kor követelményének megfelelve, milyen egyéb szolgáltatásokkal várják az oda beérkezőket, nem csak ugye a munkatársakat és a hallgatókat, hanem az egri lakosokat is. Természetesen az, hogy felsőoktatási könyvtár vagyunk, ez hozza magával, hogy a, hallgatóinknak, a oktatóinknak egy picit több szolgáltatásra van lehetősége. Éppen ezért, aki jogviszonyban áll az egyetemmel, ott belső hálózatról elérheti ezeket az adatbázisokat gyakorlatilag 0-24 órában, illetve mindenféle olyan elektronikus tartalmat, ugye az könyveket amiről beszéltünk, digitalizált szakirodalmakat, és egyéb olyan, olyan forrásokat, amelyek nem feltétlenül igénylik azt, hogy fizikailag betérjen hozzánk valaki. Azért gondolom, ez nem volt kis munka ezt elérni, hogy minden digitalizált formában is elérhető legyen. Igen, igen, igyekszünk minél bővebb kört megérinteni, tehát olyan adatbázisokat előfizetni, olyan olyan tartalmakat beszerezni, amelyek hosszú távon szolgálják az egyetemi oktatási és kutatási célokat. Gyakorlatilag bárki, aki beiratkozik hozzánk, helyben ezeket a digitális tartalmakat is eléri, annyi csak, hogy ők távoli kapcsolattal nem férnek hozzá, de azt gondolom, hogy így is bőven túlmutatunk a alapkönyvtári funkciókon, és tényleg nagyon sokak számára tudtunk már eddig segíteni nyújtani. Nagyon nagy öröm számunkra például, amikor egy több éve végzett hallgató, vagy akár a családjából bárki, aki megkapta ezt az információt, hogy ide lehet jönni, és hogy tudunk segíteni, hogy ők térnek be hozzánk, akár a Dunántúlról is érkezve. De, de szintén szívet melengető, amikor azt látjuk, hogy a város középiskolásai, de már az általános iskolásokból is egyre többen érdeklődnek irántunk. Először csak egy osztálykirándulás, vagy egy, vagy egy szakmai nap, vagy egy tanóra keretében jönnek Hozzánk, és aztán szépen visszajönnek akár egyesével is, vagy baráti társasággal, és ez azért tényleg reménykeltő, hogy a jövő olvasói azért mégiscsak köztük vannak. Közösségi szolgálatra is egyre több középiskolából érkeznek hozzánk, ami megint csak tényleg büszkeségre adhatokot, hogy nem azt mondják a gyerekek, hogy akkor én elmegyek valami olyan helyre, ahol szórakoztató munkát végzek, hanem bizony eljönnek az egyetemi könyvtárba, és itt komoly felelősségteljes munkát végeznek. Úgyhogy nagy örömmel fogadjuk ezeket a diákokat is. Az épületben működik ugye a Főegyház megyei könyvtár is, tehát önök évek óta az érsekséggel, az egyház munkatársaival egy nagyon jó szövetséget ápolnak, de változott-e valami attól az önök életében, hogy katolikus egyetem lett az egyetem? Valóban hosszú évekre vissza mutat ez a kapcsolat, és leggyakrabban úgy szoktuk apostrofálni, hogy már nem is szakmai és munkakapcsolatról beszélünk, hanem szinte már baráti. Nagyon versőséges jó viszonyt ápolunk a főegyházmegyei könyvtár munkatársaival, sőt érdekes szituáció, hogy több évtizedes múltra tekint az is vissza, hogy az egyetem könyvtári státusz biztosít a főegyházmegye számára, úgyhogy jelen pillanatban is két tárlatvezető kollégánk a Tittelpár könyvtár alkalmazásában van, de főegyházmegyei könyvtárban dolgozik nagy megelégedésére a hozzájuk látogató vendégeknek, hiszen ők a barokk terem bemutatását végzik, és hát az különösen ebben az időszakban végtelenül népszerű látványossága az épületnek. A velük való kapcsolat az most már egyre szorosabb, hiszen az eddigiek során az éves kiállításainktól kezdve az időszaki kiállításokon, programokon keresztül kapcsolódtunk. Részt vesznek ők is az úgynevezett liceum túrában, vagy abban a feladatban, amikor bemutatjuk az egész épületet, vagy amikor olyan prominens személyiség érkezik, akinek beszeretnénk mutatni az épület történetét és a, a három csodálatos baroktermet, ami található az épületben, vagy bármilyen más olyan olyan jellegű egyetemi rendezvény van, amiben ők is be tudnak kapcsolódni, azt mindig a két könyvtár közösen szokta végezni. De nem feledkezhetünk el az országos programokról sem, amelyeket szintén együtt közösen szoktunk megvalósítani, így például az ünnepi könyvhét, a múzeumok éjszakája, a kutatók éjszakájába is be beszoktak ők is kapcsolódni. De most már együtt megyünk mindig a nyílt napok programjaira, kiszoktunk menni együtt a Gólyatáborba, és egyre inkább valljuk azt, hogy a személyes kapcsolatok, azok a megjelenések, amikor nem csak azt várjuk, hogy bejöjjenek hozzánk, hanem mi magunk is elébe megyünk, úgymond a közönségnek, és ilyen, ilyen úgymond lazább helyszíneken is kapcsolatot tudunk teremteni az olvasóinkkal. Ezek meghozzák az eredményt, tehát gyümölcsöző kapcsolatot alakítunk ki velük, és, és így sokkal szívesebben bejönnek hozzánk például a lendő elsősök is. Önöknek egyébként hány munkatársuk van? Itt Egerben 16 kollégával dolgozunk, iratárban dolgozik két kollégánk, ugye az egyetemnek van egy nagyon komoly iratgyűjteménye is, amelyet szintén kezelni kell, illetve Jászberényben dolgozik még öt kolléga. Miért van arra szükség ma, hogy közösségi téré váljanak programokat, irodalmi esteket, te a délutánokat, nem tudom, sz akár szabadtéri programokat is szervezzenek, hiszen a hallgató a saját uh, céljáért bemegy, azt eléri, vagy akár a külsős uh, egri lakos is, és aztán hazamegy. Tehát miért van szükség arra a könyvtárnak, hogy pluszt nyújtson, tehát hogy élményeket adjon, közösségi téré váljon? Hát azt gondolom, hogy ez a mai kor egyik kihívása, és emellett nem lehet elmenni. Tehát, hogy mindenképpen nyújtanunk kell nekünk is ezeket az irányú szolgáltatásokat, és sokszor minimális költségvetésből próbálunk olyan csodákat teremteni, amely emlékezetes a látogatók számára. De például a múlt héten jártunk az egyházi gyűjtemények konferencián, ahol bizony tapasztaltuk, hogy ott nagyon sok kis létszámú gyűjtemény működik, ahol abszolút nincs erre kapacitás. Tehát mi úgy is mondhatom, hogy áldott helyzetben vagyunk, hiszen bár minden kolléga végez minden munkafolyamatot szinte, de hogy minden mellett még olyan ötletekben gazdag, kreatív kollégáim vannak, akik mindezt meg is valósítják. Van, aki a szervezési készségével tűnik ki a csapatból, és ő fogja össze ezeket a, a programokat, míg más, akár a beszerzési vonalon. Tehát, hogy mindenki hozzátesz egy picit ahhoz, hogy ezek az, az események valóban sikeresek legyenek. És a gyakorlat azt mutatja, hogy nem is nagyon szoktuk már megvárni, hogy felkérjenek minket, hogy például csatlakozzunk valamely rendezvényhez, hanem már előre gondolkodunk, és olyan, olyan ötleteket teszünk le az asztalra, ami, amit örömmel fogad be például egy nagyobb egyetemi rendezvény is. Tudnám itt például most a Zöld Hetet említeni, ami tavasszal zajlott, ami szintén egy nagy volumenű eseménye volt az egyetemnek, és mi azt találtuk ki, hogy egy tavaly is volt már egy kisebb flashmob, hogy most is lesz egy olyan program, amivel egy picit megnyitjuk ezt az egész hetet ami végül annyira megtetszett a szervező csapatnak, hogy azt gondolták, hogy nem csak könyvtári program lesz, hanem a nagy egyetemi megnyitó részévé válik. És valóban ezek olyan alkalmak, amelyek picit minket is kizökkentenek a mindennapokból, akár lehet mondani a monotonitásból, bár azt kell, hogy mondjam, sem az oktatási, sem a kutatási terület nem a, a monotonitásáról ismert, tehát nagyon sok kihívást tartogat ez is. De azért, hogy ilyen kulturális programokkal tudjuk színesíteni, az, az mindannyiunkat felt. Ölt, mindannyiunkat inspirál a további feladatokra. Tudnám említeni például, hogy az éves kiállításainkat, amit mondtam, hogy ott is hónapokon keresztül olyan összefogás mutatkozik a csapatban, amire végtelenül büszke vagyok. Nagyon nagy harmóniában alkotják meg a kollégák azt az egységet, ami végül egész évben látogatható lesz. Vagy ugyanígy mondhatnám az adventi koncertjeinket, ahol az egyik kolléga a berendezésről gondoskodik, hogy az egy olyan hangulatos közeg legyen, ahová örömmel érkeznek a vendégek, és ott elveszíti úgymond a könyvtár jellegét a terem. Mások gondoskodnak arról, hogy porró csokoládét tudjunk készíteni. Aztán van ön, aki fellép és szereplőként gazdagítja ezt a programot. Tehát igazából mindegyik ilyen, ilyen megmozdulásunknak a legnagyobb lényege számomra, vagy vezetőnként leginkább amit érzek, az a közös munka szeretet és ahogyan együtt tudnak dolgozni ezek a kollégák, holott nem, nem ez az alapfelet tudtunk, nem, nem ö, erre készültünk könyvtárosként, de, de mindenki ki tud teljesedni ezekben a feladatokban. Igen, épp azt akartam mondani, hogy önt hallgatom, hogy ezek szerint ez egy belső igény, és így nem csak közösségi teret hoznak létre, hanem önmaguk is egy ilyen családi közösségé válnak. Így van. Hát így a munkahelyen. És épp azon is gondolkodtam, hogy mennyi mindenhez kell érteni ma már egy könyvtárosnak, programszervezőnek, rendezvényszervezőnek, esetleg piárosnak, tehát, hogy nagyon sok mindenhez kell, ha nem is teljeségben érteni, de egyszerűen affinitást érezni az iránt, hogy létrejöjjön az a bizonyos program, rendezvény, amit önök megálmodnak. Jól látom? Tehát, hogy ma már egy könyvtáros szakember nem csak a klasszikus értelemben vett könyvtáros. Egészen pontosan így van. Bőven-bőven túl léptünk azokon a, a kereteken, amik annak idején a könyvtár fogalmában tartozott. Én, én, nagyjából úgy szoktam megfogalmazni, hogy negyed évszázada dolgozom itt, ugye most idén jubiláltam 25 éve léptem belőször be ezen a csodálatos liceum kapun, hogy ahhoz képest legalább megháromszorozódtak a feladataink, és az pedig, hogy mennyivel sokszínűbb lett, az pedig nem is lehetne szinte megfogalmazni. De a, a lényeget tényleg az, amit én ebből látok, hogy mindezt szívvel, lelkesen végzik a kollégáim. Nyilván sokszor összetorlódnak a dolgok, és akkor érzünk egy kis fáradtságot, hogyha nagyon sok minden van egymás után, de hogy mindig tovább tudunk ezeken lendülni a visszajelzések és a sikerélmények kapcsán. Nagyon kedves emlékem, is, nagyon gyakran felemlegetem, amikor egy picit esetleg mélyponton vagyunk, vagy vagy, akár magamat is biztatni kell, amikor felidézem az egyik volt professzorát, aki azt mondta, hogy nagyon sok helyen járt már az országban, de ezt ezt az érzést még nem tapasztalta máshol, hogy ennek a könyvtárnak lelke van. És én nagyon bízom benne, hogy a munkánk során is legyen az tényleg a, a hétköznapi feladataink, vagy vagy akár ez a kultúra közvetítő szerepünk, hogy ezt valamilyen formában mindenkinek át tudjuk adni. Ez sugárzik a kollégáimból, és ezt, ezt próbáljuk a munkánk során tényleg úgy átadni, hogy az valóban egy pozitív töltést adjon mindenkinek. Említette, hogy 25 évvel ezelőtt lépett be ide. Mióta vezeti a könyvtárat, és egyáltalán mi motiválta e felé, a szakma felé annak idején? A szakválasztásom annak idején egyértelműen a szüleim, elsősorban édesanyám hatására történt. Rengeteg könyvünk volt otthon, hát nyilván ez egy klasszikus indítatás. Világéletemben nagyon sokat olvastam, és szerettem az ilyen rendszerező feladatokat, és tulajdonképpen ebbe az egy irányba indultam el. A másik szakom egyébként etnográfus, abban ö, sajnos nem tudtam konkrétan dolgozni, de azért a könyvtár gyűjteményben nyilván a néprajz ö, is ö, felfedezhető, és így, így tudtam ezt is egy picit érinteni a munkám során. De valóban az első munkahelyem, és az, hogy 25 éve itt vagyok, az ö, számomra vagy magam felé is egy ö, bizonyíték, hogy a legjobb helyen vagyok, és hogy valóban ezt ö, szeretném csinálni. Elsősorban ezt a kollégáimnak köszönhetem, hogyha ők nem lennének ennyire kiváló emberek, és ö, ennyire összetett tartó csapat, akkor nyilván az, hogy én nyolc éve vezetem a könyvtárat, sem lenne ennyire eredményes, vagy nem lenne ennyire vállalható, hiszen azért az ember előbb-utóbb érezheti azt, hogy már nem győzi, vagy nem szeretné ezt csinálni. Ez egy pillanatig meg nem fordult a fejemben. Jó, de úgy gondolom, hogy ez a, amit ön érez, ehhez ön kell, vagy ön is kell. Tehát, ha ő nem lenne ilyen személyiség, akit szeretnek a kollégák, és akivel együtt jól létrehozni valamit, akkor lehet, hogy nem, nem működne ilyen jól. Tehát tudom, hogy a szerénység is jellemző, önre, de hát nyilván ehhez kell, ezekhez a sikerekhez, egyáltalán az eredményekhez kell az ön személyisége, meg egyáltalán az együttműködéshez. Bízom benne, hogy tudok valamit én is hozzátenni. Az én elképzelésem erről annak idején is az volt, picit féltem be, belevágni, és, és meglepett a megbízás, hogy én képes vagyok egy ilyen csapatot és egy ilyen fontos szervezeti egységet vezetni. De az elképzelésem erről mindig az volt, hogy ember maradni, emberként hozzáállni, és lehetőséget adni a kollégáknak a kiteljesedésre. És ugye, amit az előzőekben beszéltünk, hogy mennyi mindent csinálunk, azt gondolom, hogy ez sikerült. Mindig fordulhatnak hozzám mindenféle problémájukkal, és igyekszünk mindezt úgy megoldani, hogy sem a közösségnek, sem az egyénnek ne okozzon törést vagy problémát. Úgyhogy talán a, a, a sikerünk vagy az eredményeink ebben jelennek meg leginkább. Mennyire szeretnek egyébként a hallgató könyvtárba járni? Tehát hogyan változott ez a könyvtárlátogatás, intenzitás, mondjuk például azóta, mióta ön a főigazgató? Hát korántsem sem olyan, mint régen volt. Tehát az a bizonyos 25 évvel ezelőtti szemeszterek során azt tapasztalta az ember, hogy dugig van a könyvtár, és egy darab ülőhelyet sem lehet találni. Hát azért ez már nem mondható el. Annak ellenére viszont, hogy volt egy teljes épület revitalizáció, átépítés, amikor átmenetileg a B épületbe költöztünk, és ott egy tanteremben működött az egyetemi könyvtár, meglehetősen nomád körülmények között. Majd ezután a nagyon komoly átalakulások, amelyek az intézményt érintették, ugye amit mondtam, hogy, hogy több könyvtári egység jött-ment, együtt dolgoztunk, nagyon nehéz volt összehangolni a munkát, aztán utána visszaállítani, hogy megint másképpen működjünk. Majd a COVID, tehát azért számos olyan nehezítő tényező volt itt az elmúlt években, amely nem feltétlenül könnyítette meg a, a munkánkat viszont az említett elkötelezettségünk kell azzal, hogy megyünk és bemutatjuk és próbáljuk elvarázsolni úgymond az embereket mindenféle olyan programmal és lehetőséggel, amit nem feltétlenül gondolnak, hogy hozzánk köthető, így ö, azt kell mondanom, hogy hogy azért szép lassan növekszik a felhasználóink száma. Nem feltétlenül fizikai valójában, hiszen a, az online világ és a digitális tartalmak azért sokkal inkább otthonhoz kötik a, az embereket, nem csak a hallgatókat, hanem akár a felnőtteket is. Tehát ezt mi, mi magunk is tapasztaljuk, nagyon sok mindent el tudunk már otthonról, a kis gépünkről intézni. Tehát nem feltétlenül kell hozzá bejönni a könyvtárba, de kapcsolatban állnak velünk. És már az is nagyon nagy dolog, hogy írnak nekünk, telefonálnak nekünk, majd amikor valójában szükségük van arra, hogy, hogy beszéljünk, és fizikailag dokumentunk el nekik, akkor már bemernek jönni. Tehát ezek kis lépések, de mégis azt gondolom, hogy fontosak. Melyek az önök gyűjteményének a ritkaságai? Két külön gyűjteményt tudnék kiemelni, amely esetleg érdeklődésre tarthat számot. Régi könyves állományunkkal nem tudunk vetekedni a főegyházmegyei könyvszerrel, hiszen azért ott csodálatos gyűjtemény van e tekintetben. Nálunk közel 2000 régi könyv található, a számok azért gyarapszik, kaptunk a Történtudományi Intézettől is, illetve nagyon gyakran érkeznek hozzánk olyan hagyatékok, adományok amelyekben találunk egy-egy 1850 előtti kötetet. Tehát ez az állomány részünk is gyarapszik. De talán ami még érdekesebb a mi vonatkozásunkban, az a bizonyos Churchill gyűjtemény, ami szintén egy ilyen közel 2000 kötetes gyűjtemény. Ezt Türikből kaptuk, és tulajdonképpen Churchill munkásságát fedi le, illetve arról a róla szóló műveket tartalmazza. Azért, aki ezen a területen kutatta történészek, angol nyelven kutatók, nagyon sok fontos szakirodalmat találhatnak benne, és azért ez egy kuriózum, hiszen a teljes gyűjtemény törékben található nálunk pedig ez a úgymond duplum állomány, tehát ez egy nagyon különleges része a gyűjteményünknek. Illetve természetesen vannak kisebbek, volt oktatóinknak a hagyatékai, így a Kakúgyűjtemény például. Igyekszünk az állományokat úgy gyarapítani, hogy elsősorban azokat a szakirodalmakat szerezzük be, amelyek a, az adott szemeszter kötelező szakirodalmai, de mindig nyitottak vagyunk azokra a jelzésekre, amelyek a, akár az oktatók, akár a hallgatók részéről érkeznek. De ugyanígy bővítjük például a gyermekirodalmi állományunkat is, hiszen azzal, hogy családbarát egyetem vagyunk, és maga a könyvtár is igyekszik családbarát módon működni, tehát van gyermek sarkunk van baba sarkunk, ahol ugye el lehet látni a kis babócákat. Igyekszünk a könyvtári állományt ebbe az irányba is bővíteni, tehát számukra is nagyon sok különleges, vagy olyan olvasmány, vagy szakirodalom található, amelyel bármikor el tudják nálunk tölteni az időt. Említette a dolgozói létszámot, de tudnak-e például, vagy lehetséges-e az például, hogy hallgatók segítsenek, hallgatók dolgozzanak? Természetesen a könyvtárszakos hallgatóink rendre érkeznek hozzánk gyakorlatra, ők nagyon nagy segítséget jelentenek. De nem csak könyvtárszakos jöhet, hanem más szakos hallgató is szokott időről időre dolgozni nálunk. Ők hallgatói munkával tulajdonképpen dolgoznak nálunk. És ahogy korábban említettem, a közösségi szolgálatos középiskolások, akiknek szintén nagyon örülünk, hiszen annak ellenére, hogy még esetleg nem látnak rá a, a, az egyetemi életre, vagy talán még nem annyira felnőttek, Valóban nagyon sok hasznos feladatot el tudnak ők is végezni, és egy picit már kialakul bennük a kötődés, tehát később még inkább szívesen jönnek hozzánk. Tudnak-e pályázni, akár fejlesztésre, akár programszervezésre? Önmagában egyetemi könyvtárként nem sok pályázati lehetőségünk van, hiszen nem vagyunk önálló szervezeti egység. Általában ami kifejezetten könyvtárnak címzett pályázat az például restaurálási lehetőség, és akkor ilyenkor az előbb említett hagyatékokból származó, esetleg a rosszabb állapotú régi könyveket tudjuk restauráltatni. Ugyanakkor az egyetemnek rendre vannak olyan nagyobb projektjei, amelynek egy-egy almodulját vagy részfeladatát a könyvtár tudja ellátni. Úgyhogy az elmúlt években azért számos lehetőségünk nyílt erre. Volt olyan, hogy informatikailag, akár szoftveresen, akár hardveresen tudtunk fejleszteni, vagy megújulni egy kicsit, de például a belső tereink is annak idején pályázatból újultak meg. Úgyhogy vannak azért lehetőségek. A kisebb források pedig olyan alkalmakra adnak lehetőséget, mint például most is, hogy éppen a mai napon kezdődött a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlése, hogy ezen részt vehessenek például könyvtárszakos hallgatóink. Tehát ezek kisebb pályázatok, de mégis ezeknek is nagyon tudunk körülni, és további lehetőséget nyújtanak. Ugye itt a nyára hallgatók kirepültek, viszont önök szeretettel várják a külsősöket. Hogyan alakul akkor a Tudnak-e önök pihenni? Hát egy könyvtár munkája nem áll meg. <laughs> Szoktunk bezárni minden évben, augusztusban három hetet, de ez inkább csak a háttérmunkákra vonatkozó leállás, és ar arra próbálunk ilyenkor egy picit több időt szánni, hogy a raktárban például nagyobb volumenű feladatokat el tudjunk látni, de ügyeletben ekkor is vagyunk. Tehát ez a három hét is tulajdonképpen úgy zajlik, hogyha bárki bármivel hozzánk fordul, akkor természetesen megoldjuk. De egyébként egész évben a nyitvatartási időnkben, ami általában nyolc Aztól négyig tart, illetve szorgalmi időszakban szoktunk uh, szombaton délelőtt is nyitva lenni, vagy szerdánként hosszabb ideig, amikor talán a legtöbb hallgató uh, tartózkodik. Illetve a rendezvényeink miatt is rendre egészen sokáig vagyunk nyitva, úgyhogy tulajdonképpen aki a városból térbe hozzánk négy óra után, az is általában megtalál uh, minket. Tehát akár nyáron, akár évközben elérhetőek vagyunk mindenféle módon, e-mailben, telefonon, Facebookon, most már Instagram oldalunk is van, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, tehát igyekszünk ezeken a közösségi felületeken és aktívan színes ö, hírekkel jelen lenni. És hát ami még azt gondolom, hogy a olvasóink és a tágabb értelemben vett közösségünk számára nagyon informatív lehet, az a rendszeres podcast és magazin műsorunk. A podcast műsorok minden hónapban rendszeresen hangoznak el, ahol egy-egy vendéggel beszélget Laska jön a kolléganőm aktuális témákról. A magazin műsor pedig negyed évente szintén a könyvtár aktuális feladatai, teendőit mutatja be azokat a programokat, amelyeket éppen akkor megvalósítunk, vagy előtte állunk. És ezek az összefoglalók azt gondolom, hogy segítenek egy picit belelátni a könyvtár életébe, egy picit a színfalak mögött is megmutatkozunk, ami, ami számunkra tényleg nagyon fontos, hiszen az elsődleges tapasztalata az, amikor bejönnek hozzánk, vagy valamilyen módon fölveszik velünk a kapcsolatot, de ezek a mögöttes tartalmak, amikor picit bemutatkozunk, az, az mindig segíti, hogy közvetlenül a kapcsolat alakuljon ki. Én nagyon szépen köszönöm neki, hogy eljött, azért ön pihenjen a nyáron, hogyha teheti, Köszönöm még egyszer, hogy itt volt nálunk. Nagyon köszönöm én is. Kedves hallgatóink, köszönöm önöknek a figyelmet, Oszlánci Krisztinát és Vas hallották, viszont hallásra.